Kedves diákok, szeretettel üdvözöllek titeket ismét biológia órán. Ma a 12-es tananyaggal fogunk foglalkozni, a genetikai anyag szerveződésével, és milyen érdekes, hogy mennyire aktuális ez a leckénk ma. Hát a koronavírusnak a képét választottam és tettem ki, hiszen a vírusoknak a genetikai felépítéséről is fogunk beszélni. Amint tudjátok, és eddig tapasztaltátok, egy idézettel kezdeném. A gének akár együttműködnek, akár nem, akár vírusgének, akár saját gének, mind csupán DNS utasítások, és mind azt mondják, így vagy úgy, tisztességesen vagy csalóként, röviden vagy körmönfontan, másolj le. Hát ezt mondjuk a vírusokról is, tehát a vírusok genetikai anyagának a szerveződésével fogok foglalkozni. Mik is ezek a vírusok? Hát ugye most egyre többet hallunk róluk, több elmélet is létezik a vírusok megjelenésével kapcsolatosan. A lényeg az, hogy a vírusok olyan genetikai anyagok, amik egyszerűen önálló életre tértek, tehát önállóan is meg tudnak lenni a szervezeten kívül. Hát szerveződésüket tekintve nagyon egyszerűek. Van ugye a genetikai anyag, ami gyakorlatilag kiszakadt valamilyen élőlény genetikai anyagából. Aztán ezt körbeveszi egy fehérjeburók, egy kapszid, és vannak olyan vírusok, amiket ezen kívül még egy foszfolipid membrán is védi. Nagyon egyszerűek, nem tekintjük ma őket élőknek, azért, mert nincs sejtes szerveződésük, nincs anyagcseréjük és növekedésük. Az egyetlen céljuk az, hogy szaporodjanak, de ezt is csak a gazdasejt genetikai anyagával tudják elvégezni, és ezért mondjuk azt, hogy obligált sejten belüli paraziták. A vírusok felépítésével kapcsolatosan akkor egy kicsit részletesebben kitérnék a vírusgenomra, ami DNS vagy RNS. Ezeknél az egységeknél, a vírusoknál tudunk arról beszélni, hogy vagy DNS vagy RNS, sosem mindkettő, és ezért a vírusok maguk is különbözőek, tehát lehetnek DNS vírusok, ahol a genetikai állomány DNS képviseli, ami lehet dupla láncú, például a hepatitis B T4-es bakteriofág esetében, vagy lehet egyszálas is, például a parvo vírus esetében. A kapszid, az RNS vírusok, azok RNS genommal rendelkeznek, vagyis RNS géneket tartalmaznak. Az elmúlt időszakban elég sokat hallottunk róluk, hiszen jelen pillanatban a nagy járványoknak a képviselői találhatók itt. Itt van az influenza vírusa, itt van a HIV vírus, és ugye a mostanában sokat hallott koronavírusok is. Ezen kívül a vírusokat egy kapszid borítja, ami egy fehérjeburok, nagyon érdekes szerkezetekkel, lehet helikális, ikozaéderes vagy bináris. A helikális nyilván csavarvonalas, spirális, az ikozaéderes az 20 egyenlő oldalú háromszögből áll, és a bináris az azt jelenti, hogy mindkét része megvan. A burok az egy foszfolipid membrán, nagyon gyakran ez a magának a gazdasejtnek a foszfolipid membránjából származik, és kompatibilitása kell legyen a fertőzött sejttel, ezért ugye az emberi vírusok azok általában, emberből kiszakadt vírusok általában embert betegítenek meg, viszont az állati vírusok, amint látjuk, nagyon nagy tudásra tettek szert, bekerültek az emberbe egyesek, és embert is tudnak betegíteni. Na most két ilyen vírust szeretnék bemutatni, az egyik az A-influenza, az influenza A vírusa, ezt tudjuk, hogy madarakból származik, vízi madarakból került az emberbe.
azért tettem be ennek a rajzát, hogy megértsük, hogy mit jelent egy szegmentált RNS genom. Tehát látjuk, hogy több szakaszból álló RNS a genetikai állománya, ezt látjuk ugye a kör közepén, és ezzel magyarázható az, hogy az influenza vírusa az nagyon könnyen tud még a saját maga RNS-ei között is rekombinálódni. A második ugye a híres koronavírus, szintén RNS vírus, egyszálas RNS-ből képződik, és ezen a képen azt szerettem volna bemutatni, hogy ez az RNS vírus hogyan kapcsolódik az emberi sejtekhez. Látunk egy jellegzetes receptort, úgy nevezik, hogy angiotenzin konvertáló enzimnek a receptora. Az angiotenzin konvertáló enzim, azaz angiotenzint, azaz egy vérnyomás emelő anyagot hoz létre, hormont a szervezetünkben. A prokarióták genetikai anyaga, ugye a prokariótákról már beszéltem, hogy kezdetleges sejtmagú élőlények, tehát azaz nincs is sejtmagjuk, ugyanis nincs ennek a sejtmagnak membránja. Viszont tartalmaznak genetikai anyagot, például egy kettős láncú gyűrű alakú DNS-t, ezt nevezzük ugye a bakteriális kromoszómának. Ennek a szerkezete, amint látjuk, nagyon sűrű, többszörös hurkokat és szuperfelcsavarodásokat képez azért, hogy elférjen a kisméretű 1 mikrométeres sejtben. Nagyon jelentősek a baktériumoknál a plazmidok is. A plazmidok azok kisebb méretű, szintén kétszálból álló, szintén gyűrű alakú DNS-ek, és ezek plusz tulajdonságokat tudnak adni a baktériumoknak, megjelenik a genetikai változékonyságra való képesség azáltal, hogy például az F vagy fertilitás plazmidot a sejtek egymás között átadhatják, és ezzel együtt saját géneket is, tehát megváltoztatják a következő baktériumokat. De még nagyobb veszélyt jelentenek számunkra az R-plazmidok. Ez az R-plazmid, ez a rezisztencia plazmidja a baktériumnak, amivel az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciáját biztosítja. Na most ez is nagyon veszélyes ugye számunkra, hiszen ebbe az R-plazmidba ők fel tudnak halmozni különböző antibiotikumokkal szembeni rezisztencia géneket, és ezeket horizontálisan át tudják adni. Mit jelent ez? Hogy egyik sejt a másiknak simán át tudja adni, tehát elég, ha egy sejt antibiotikum rezisztens lesz, a többinek is át tudja adni ezt a tulajdonságát. Az eukariótákról is beszéltünk már, az eukarióták sokkal fejlettebb élőlények, több kromoszómával rendelkeznek, és többféle képességgel ennek tükrében. Az eukariótáknál a genetikai anyag lehet nukleáris genom, azaz azok a géneknek az összessége, amik a sejtmagban találhatóak, illetve ez a genetikai anyag kromatin formájában szerveződik. A kromatinról már beszéltünk ugye a sejt szerkezete kapcsán, hogy ez a sejtmagban található DNS szerveződési forma, viszont ma ennek részletesen megnézzük a szerkezetét, hiszen DNS-t, RNS-t, hisztont és nem hisztont fehérjéket is tartalmaznak. Ezen kívül pedig minden eukarióta sejtben ott vannak a sejtszervecskék, amik tartalmazhatnak még genetikai anyagot, ilyen a mitokondrium és a kloroplasztis, ezekről is már beszéltem. A nukleoszóma szerkezetével szeretném folytatni. Gyakorlatilag a nukleoszóm az a hiszton szerkezeti egysége. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a DNS nem önmagában van a kromatinban, illetve a sejtmagban, hanem fehérjékhez társul. És amint látjuk, összesen 8 típusú hisztonfehérjek közé, illetve 4 pár hisztonfehérjek köré tekeredik, ami összesen 8 hisztont alkot.
és ezek lehetnek H2A, H2B, H3 és H4, és még van egy linker DNS-ünk is, és ehhez a linker DNS-hez a Histon 1 kapcsolódik. Persze gondolkodhatunk azon, hogy vajon miért, mik is ezek a hisztonfehérjék, hát ezeknek óriási szerepük van a genetikai szabályozásban, vagyis meg tudják határozni azt, hogy a gén aktív-e vagy nem, vagyis, hogyha a hisztonfehérjék köré tekeredik és nagyon sűrű, akkor nem férnek hozzá az RNS transzkripcióját biztosító enzimek, és ezért inaktívak maradnak. Ha nagyon lazán helyezkednek el, illetve hozzájuk nem hisztonfehérjék kapcsolódnak, amik el fogják őket távolítani, akkor ezek a gének aktívak lesznek, hozzájuk fog férni az RNS polimeráz, és a gének másolhatók lesznek, azaz fehérjében fognak megnyilvánulni. Ezt a folyamatot génexpressziónak nevezzük. A kromatin típusai, hát aktivitásuktól függően, tehát hogy mennyire működőképesek ezek a kromatinok, eukromatinnak és heterokromatinnak nevezzük őket. Az eukromatin az nagyon kondenzált, az kevésbé kondenzált, a genomnak az aktív részét, a lazább részét fogja képviselni, mivel ezek az aktív gének az S-fázis elején replikálódik, és egyedi DNS szakaszokat tartalmaz. Na most mindennek az ellenkezőjét kell elképzeljük a heterokromatinban. A heterokromatin az már nagyon kondenzált, a centromér és telomér szintjén található, ezekről mindjárt fogok beszélni. Transzkripciós enzimek nem férnek hozzá, tehát inaktív géneket fog tartalmazni. Logikailag ide találna ugye a humán genetika fejezetben tanult emberi genom is, úgyhogy erről is szeretnék néhány szót mondani. Hát amint látjuk, az ember az egy tipikus eukarióta sejttel rendelkezik, nukleáris és extranukleáris genommal, 24 különböző kromoszómája van, amiből 22 autoszóma, azaz testi kromoszóma, és méret szerint 7 csoportba osztjuk őket, 2 pedig heteroszóma, azaz nemi kromoszóma, ezeket X és Y-nal jelöljük. A kromoszoma szerelvény az a gyakorlatilag a haplotípusa a szervezetünknek, tehát a haploid szerelvény gyakorlatilag minden kromoszomából csak egy példányt tartalmaz, tehát 22 plusz X, ebből van 2 a nőknél, a férfiaknál pedig 22 plusz Y, ami haplotípus, ugye ezt öröklik az apától, az anyától örökölt, a férfiaknál is 22 plusz X lesz. A kromoszoma készlet pedig a diploid kromoszoma állományt jelenti, ami 44 plusz XX, azaz 46 a nőknél, 44 plusz XY, azaz 46 a férfiaknál. Mondtam, hogy beszélni fogok a metafázisos kromoszómáról. A metafázisos kromoszóma az a metafázisban megjelenő kromoszómát jelenti. A kromoszómáknak a megismerését, felismerését ebben a szakaszban szoktuk végezni. Miért? Azért, mert ebben a szakaszban van a kromoszómák alakja leginkább kialakulva, legjobban felismerhető. Amint látjuk, ez a kromoszóma egy két kromatidás kromoszóma, azaz két DNS molekula alkotja. Ezeket a DNS molekulákat a centroméra kapcsolja össze, van neki egy rövid karja, P, és egy hosszú karja, Q. Ezeket akkor is úgy nevezzük, hogyha a kromoszoma például metacentrikus, azaz azt jelenti, hogy a centroméra körülbelül a két kar, illetve a DNS molekulák közepén található. A szubmetacentrikusnál, amint látjuk, a DNS molekuláknak a kapcsolódása egy kicsit eltolódik a vége fele, tehát a középrész és a vége között található. Az akrocentrikusnál még közelebb van a DNS molekulák egyik végéhez, és
van még úgynevezett telocentrikus kromoszoma is, ahol teljesen eltűnik a rövid kar, ez viszont az emberre nem jellemző, nekünk ilyen kromoszománk nincs. Az emberi kromoszomákat kariotípus formájában szoktuk ábrázolni. A kariotípusban a kromoszomák méretük és alakjuk szerint vannak felsorakoztatva. Tehát látjuk, hogy az megismerés, illetve egymástól való elhatárolásnak a szempontjai a méret, a centromér helyzete, a másodlagos befűződés helye, a festési mintázat és a heterokromatin eloszlása. Ennek értelmében itt látjuk az A csoportot képviselő 1-től 3-asig a kromoszomákat, ezek a legnagyobb kromoszomáink. Ha alakjukat nézzük, akkor metacentrikusak és szubmetacentrikusak, 4-es, 5-ös a B csoportot alkotja, 6-os, 12-es a C csoportot, 13-astól 15-ösig a D csoportot, érdekes akrocentrikus kromoszomák szatelitekkel, 16-tól 18-ig az E csoportot, 19-20-as az F csoportot és a legkisebb kromoszomáinkat, a 21-es, 22-es, illetve az Y-kromoszomák alkotják. Ahhoz, hogy még jobban megismerjük ezeket a kromoszomákat, festési eljárásokat szoktunk alkalmazni. A régebbi festési eljárás az a Gimza festés. Ez azt jelenti, hogy Gimza nevezetű festékkel vannak megfestve. A G-sávok azok az adenin-timin típusú kapcsolatoknak a többségét jelzik, az elsávok pedig a guanin-citozin típusú kapcsolatok többségét. Persze a tudomány az fejlődik, és ez nem volt elégséges kromoszomák, csak nagyon egyszerű, de a kromoszoma szám eltérések vizsgálatára alkalmazható a Gimza festés. Hogyha nagyon pontos szerkezetet szeretnénk tudni, akkor az M-ben csíkfestést, vagy a fluorescence in situ hybridization-t használják, ahol komplementer szakaszokat képeznek a DNS-sel, ahhoz valamilyen festékanyagot, vagy fluoreszkáló anyagot kapcsolnak, és akkor az a szakasza a kromoszomának színesen fog megjelenni, tehát meg tudjuk határozni, hogy az a kromoszoma szakasz valóban benne van-e a kromoszomában. Az emberi kromoszomának a géntérképét a genetikai adatbázisok egyikéből vettem ki, az Ensemble adatbázisból, ami az IMBL Európai Molekuláris Biológiai Intézetnek a weboldala. Itt az egyes kromoszomát látjuk, hogy a gének úgy vannak jelölve, hogy meg van határozva, hogy melyik karon és milyen pozícióban vannak elhelyezkedve, illetve a gének közötti távolságot centi morgenben fejezzük ki, morgen iránti tiszteletünkből, hiszen morgen volt az, aki lehetővé tette azt, hogy a kromoszomák közötti távolságot rekombinációs arányban mérjük. A humán genom ma nem az, amit a tankönyvek írnak, sajnos, tehát a tankönyv lemaradt egy kicsit a tudománytól, tehát ezt tegnap vettem ki szintén ennek a genetikai adatbázisnak a főoldaláról. Jelen pillanatban ugye az emberi genomot 3 milliárd bázispár alkotja, és ezek 20.449 gént képeznek, szó sincs a 30.000 génről, ami a tankönyveinkben van. Az elkövetkezőkben megint feladatmegoldással folytatjuk, kiegészítéses feladatokkal fogjuk kezdeni. Az ember kromoszoma készlete 44 és 2 valamit tartalmaz. Ha kiegészítjük, akkor a 44 autoszómát és 2 heteroszómát tartalmaz. A kromatinnak 2 szerkezet és működési állapota van, amint látjátok, az egyik az eukromatin, a másik pedig a heterokromatin. A feleletválasztásos
feladatokból a vírus RNS-t választottam. A vírus RNS-re igaz állítás, hát hogyha átolvassuk a válasz lehetőségeket, akkor lehet, hogy a HIV genetikai anyaga jut eszünkbe, és akkor jó is. Az Y-kromoszómáról pedig, ugye hát azt tudjuk, hogy hát ő nem egy metacentrikus kromoszóma, az A-csoportba se tartozik, és a férfiaknál is csak egy példányban található, tehát nemi géneket fog tartalmazni, tehát a férfiakra, férfiasságra jellemző tulajdonságokat fog megjeleníteni. A kiegészítős feladatok után igaz-hamis feladatok fognak következni. Az igaz-hamis feladatokat így kezdjük, hogy a bakteriális kromoszomát egy gyűrű alakú, kétszálas DNS alkotja, gondolom, hogy ezzel mindannyian egyet értünk. A HIV egy adenovírus, mert genetikai anyag egy DNS molekula, hát ez biztosan nem így van, igaz, a HIV az egy RNS molekulából áll, amúgy az adenovírusok azok valóban DNS-t tartalmaznak. A bakteriális kromoszoma szerkezetében egy DNS vagy egy RNS molekula található, szintén nem igaz, azért, mert a bakteriális kromoszómában mindkettő előfordul, tehát ez a kijelentés a vírusokra jellemző, tehát hamis kijelentés. Az emberi genom kromoszoma készlete két haploid szerelvényből áll, mindkettőben 23-23 kromoszómával, ez igaz lesz. Itt ki szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogyha hamisak, ugye az általunk, tehát hamisnak döntöttük az adott kijelentést, vagy hamisnak véljük, akkor nagyon fontos az, hogy kijavítsuk őket egész mondatban. Egy példa, tehát a HIV egy adenovírus, mert genetikai anyaga egy DNS molekula, hát ezt úgy fogjuk kijavítani, hogy a HIV, nem, az az érdekes, hogy nem használhatunk, tehát nem mondhatom azt, hogy a HIV nem egy adenovírus, hanem azt fogom mondani, hogy a HIV egy RNS vírus, mert genetikai anyaga egy RNS molekula, vagy esetleg használhatom azt, hogy a HIV egy ribovírus, hiszen az RNS vírusokat még ribovírusoknak is nevezhetjük. Tehát nagyon figyeljünk oda, hogy a javítás az helyes legyen. Az utolsó feladat egy olyan feladat, ahol rövid válaszokat kell megfogalmaznunk. Az emberi kromoszomákat 7 csoportba sorolják be. Említsem meg 2 szempontot, amelyen a 7 csoportba való besorolás alapszik. Ez a kromoszomák mérete és a centroméra helyzete, de lehetett volna mást is választani. B. Határozza meg egy ember testi sejtjeinek kromoszoma számát és a bennük található 2 kromoszoma típust. Hát az emberi sejt, testi sejt, az a szomatikus sejt diploid kromoszoma készlettel rendelkezik, tehát 46 kromoszomája van, és az ebben található kromoszomák típusa az autoszoma, a testi kromoszoma és a heteroszoma, azaz a nemi kromoszoma. Magyarázza meg, mi a jelentőség a kromoszomák sávozásának. Hát a kromoszomák pontos azonosítását szolgálja, és segít abban, hogy a kromoszoma szerkezetét pontosabban megismerjük. Összefoglalásképpen ebben a leckében ugye a vírusok prokarióták és eukarióták genetikai anyagát ismertük meg, az emberi genom sajátosságait, és ezekkel kapcsolatban oldottunk feladatokat. Sok sikert kívánok!